A felsőcsatári nyelvoktató nemzetiségi általános iskola egy festői szépségű település szívében Szombathelytől alig 20 kilométerre több mint 100 éve szolgálja az általános iskoláskorú gyermekek oktatását és nevelését. A családias, barátságos légkörű, kis létszámú, ám mégis önálló osztályokat biztosító intézménybe jelenleg 113 diák jár. A felsőcsatári általános iskolában több mint 100 éve folyik a gyermekek oktatása és nevelése. Tekintsük be a falai közé. Mi sem bizonyítja jobban, hogy igazi közoktatási centrumnak nevezhető az iskola, mint az, hogy mindezt 11 környékbeli községből, valamint a közeli megyeszékhelyről csengetési rendünkhöz igazodó helyközi buszjárattal teszik meg nap mint nap. A felsőcsatári iskolában tanuló gyermekeknek a hétköznapi általános iskolai oktatáson és nevelésen túl lehetőségük van részt venni horvát vagy német nemzetiségi oktatás programban is. Ez már első osztálytól kezdve 5 nyelvi és egy népismereti órát jelent számukra. Az oktatás két épületben folyik. A Petőfi Sándor út 29 szám alatt lévő főépületbe járnak 3. osztálytól 8. osztályig a tanulók. A Petőfi Sándor út 9 szám alatt lévő épületben pedig az első és második osztályosok vannak, valamint egy nyelvi szaktanterem található. A tanulószobás foglalkozások is itt zajlanak. A testnevelés óráknak a téli időszakban, illetve rossz idő esetén a nemrégiben épült tornaszobánk és a felsőcsatári integrált közösségi ház ad otthont. Az 1990-es évek közepétől több beruházás, fejlesztés indult meg az iskolában. Rendelkezünk aszfaltos tornapályával, kiépült szociális blokkunk, amely komfortosabbá tette iskolánkat. Korszerű számítógépes szaktanteremmel is rendelkezünk. 2011-ben egy felújítási pályázat, valamint a hozzá szükséges önkormányzati támogatás lehetővé tette, hogy a 100 éves intézmény nyilászáróit kicseréljük, valamint az iskola külső szigetelést kapjon. Az intézményben a tantermek korszerűen felszereltek, az oktatáshoz szükséges szemléltető eszközökkel, felszerelésekkel egyaránt rendelkezik az iskola. Egy 2011-es pályázat lehetővé tette, hogy digitális táblákkal, interaktív taneszközökkel bővülhessen az oktatáshoz szükséges kellékek sora. 2017-től újabb fejlesztéseknek lehettünk részesei, egy nagyszabású fűtés korszerűsítés eredményeként ma már modern és minden szempontból környezetbarát és könnyen kezelhető levegőkazánok és kiépített radiátorrendszer biztosítja mindennapjaink melegét. Emellett lezajlott szociális blokkjaink teljes körű felújítása, megtörtént mindkét épületünk világítás korszerűsítése, valamint a hétköznapi higiéniát és kulturált környezetet biztosító parkettázás. Az iskolai udvar kikövezése, parkosítása, a játszótér megépülése is az elmúlt évek eredménye. Örökös ökoiskolaként kiemelt figyelmet szenteltünk az előző tanévekben környezetünk fokozottabb óvására, szépítésére. Udvarrendezési programba fogtunk, ehhez támogatókat szereztünk, és mára már több fát telepítettünk, virágos sziklakertet is építettünk. Tudatosan törekszünk tanulóinkban elmélyíteni a helyi értékek óvásának jelentőségét, valamint a fenntarthatóság pedagógiájának alkalmazása is mindennapjaink alapvető feladatai közé tartozik. Ma már oktató-nevelő munkánkat a lelki nevelés kérdésköre is áthatja. Büszkén hirdetjük Örökös Boldog Iskolai címünket, amely alátámasztja, hogy nagy figyelmet szentelünk tanulóink érzelmi nevelésének is. A hagyományos tantárgyak mellett a tanulók két idegen nyelvet, az angolt és a németet tanulhatják. Az informatikát korszerű számítástechnika termünkben, csoportbontásban oktatjuk. Tehetséggondozó munkánkat segítik a különböző szakkörök. Az énekkar és a tánc szakkör programjában mindkét nemzetiség kultúrája megjelenik. A sportkör biztosítja az iskola minden tanulójának a délutáni sportolási lehetőséget, a házi versenyek és bajnokságok szervezését. Minden évben a tanulók igényeinek megfelelően bővítjük a tehetséggondozás szintereit. E célból szakköröket is indítunk. Versmondó stúdió színjátszókör, természetkutató szakkör, horvát-német nyelvvizsgára felkészítő foglalkozások, középiskolai felkészítő matematikából és magyarból.
A tanulási nehézségek enyhítését szolgálják a korrepetálások, speciális fejlesztő foglalkozások. Ehhez a munkához gyógypedagógussal, fejlesztőpedagógussal is rendelkezünk. Biztosítjuk beszédhibás tanulóinknak a logopédiai ellátást. Szinte minden tantárgyból részt veszünk a szaktárgyi versenyeken, de ott vagyunk a kulturális és sportrendezvényeken is. Számos tradicionális rendezvénnyel is büszkélkedhetünk. Kiemelten kezeljük minden évben iskolán kívüli programjaink tudatos szervezését. Számos mozi, színház, múzeum, kulturális és művészeti, vagy éppen sporteseményen való részvétel lehetőségét kínáljuk tanulóink számára, a közösségépítés szintereinek kiaknázása, valamint az élmények megélésének lehetősége érdekében. A szülők, tanulók elégedettségmérését vizsgálva előnynek tartják a korszerű ismeretek elsajátításának feltételeit, a 15-20 fős átlag létszámú osztályokat, a nyugodt családias légkört, a környezettudatos szemlélet formálását az iskolának, valamint a biztonságos közlekedést. Iskolánk legfontosabb feladata, hogy sokoldalú, modern ismeretekkel rendelkező, nyitott, kreatív, a kihívásokra felkészült tanulókat neveljen, egyben szép példája annak, hogy különböző nemzetiségű gyerekek milyen békében, boldogan, egymást megbecsülve tudnak tanulni, együtt élni, játszani. Intézményünk infrastruktúrális állapota, pedagógiai munkánk, tapasztalataink a horvát és német anyanyelv megőrzésében, fennmaradásában, a nemzetiségi hagyományok ápolásában, a községekben évek óta betöltött szerepe predesztinálja arra, hogy a jövőben is a térség közoktatási centruma maradjon.